Következő kísérletünk a sósav szökőkút kísérlet. A keletkező klorgázomat, a lombikban keletkezett klorgázomat szintén ledugózom, és lakmusszal színezett vízbe engedem bele. És azt tapasztalom, hogy szökőkút szerűen a lakmuszos vizem ilyen halvány rózsaszínné változott, vagyis a klorgáz egyesült a vízzel, sósav keletkezett, az elszíneződés pedig azt mutatja, hogy a savaskémhatású anyagot kaptunk.